Ez tehát a mai egyik legfrissebb információ a Questor ügyel kapcsolatban. Aztán mindjárt furcsa vezérigazgatóváltásról is beszélgetünk, de először nézzük a sokak számára sokkal fontosabb kérdést, a kártalanítást. Felcsúti Péter a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jól hangzik, de egyébként ez így törvényileg, vagy nem is tudom, hogy mi alapján így lehetséges, tehát itt fiktív kötvénykibocsátásról van szó. Szóval nyilván az ügyfél erről aztán nem tehetett. Ezt most milyen jogon, milyen alapon tudja bárki kártalanítani? Én anélkül, hogy én most itt ne jogászkodni akarnék, én elfogadom, hogyha a jegybank azt mondja, hogy ő megkérdezett jogi szakértőket, vagy beszerzett jogvéleményeket, és a jogvélemények azt támasztják alá, hogy a kártalanítás ilyen esetben is lehetséges. Egyébként tisztán intuitív alapon szerintem is. Szóval, hogy mondjam, ha nekem van jogérzékem, akkor az én jogérzékem is azt mondja, hogy ilyen esetben lehetséges a kártalanítás, kiváltképp azért, mert az ügyfél abban a hiszemben volt, hogy ő valóban értékpapírt vásárolt, és minden egyéb jele egyébként adott volt, hogy ő valóban értékpapírhoz jutott. Hogy ennek hogy itt mégis csalás volt, ez egy szomorú pillanat, de mondom, én nem akarnék érvelni emellett, nekem elég az, hogyha egy bank azt állítja, hogy vannak olyan jogvélemények, amelyek szerint. Ha meg nincs, akkor majd megteremtik, értem én ezt, viszont nem gondolja, hogy ezáltal mondjuk a Magyar Nemzeti Bank, amelyhez most már a felügyeleti jogok is tartoznak, elismeri azt, hogy hát kártalanítunk, mert hogy ez a mi sarunk is, hogy nem vettük észre. Én azt gondolom, hogy ennyire erős jogsági kapcsolatot a kettő között én nem fedeznék föl. Én azt gondolom, hogy a kártalanítás ténye az jó, tehát azt gondolom, hogy ha nem kártalanítanák, akkor most valószínűleg mindenki azért lenne kétségbe esve, mert ugyan miből fog valamennyi pénzt visszakapni, amit elveszített, tehát szerintem ez egy jó hír. Pusztán az a tény, hogy a kártalanítás tényét elismerik, az nem jelenti azt, hogy egy bank elismeri vagy nem ismeri el a saját felelősségét, mert hát gondoljunk a másik esetre, ugye az OBA kártalanítani fogja a DRB-nek a károsultjait, ettől még fölmerül a... De ott nem fiktív kötvénykibocsátás. Hát én értem, de ettől még fölmerül az a kérdés, hogy vajon a jegybank, vagy a jegybank részeként eljáró felügyelet vajon mindent megtette, vagy nem. Tehát pusztán a kártalanítás tény az én véleményem szerint se el nem ismeri, se nem cáfolja. Nem. És arra gondoltam, hogy a kártalanítás az azonnal eső, de arról azért már sokat beszéltünk, és sokaknak megfordult a fejébe az a teljesen jogos kérdés, hogy történhetett mindez. Hogyha van pénzügyi felügyelet, már pedig van. Hogyha ráadásul a Budakes esetében ugye egy 2010-es vizsgálat számtalan hiányosságot és feltárt és kötelezettséget írt elő, hogy mit kell teljesíteni a szabályos működés érdekében, akkor azt vajon lecsekkolták-e, hogy kötelező jelleggel teljesítette, ha teljesítette, megfelelően teljesítette. Hát 2010 óta eltelt 5 év. Mi történt a Budakesnél? Hogy történhetett a Questornál a fiktív kötvénykibocsátás? Itt pénzügyi szakembernek nem kell lennie, hogy az ember azon gondolkodjon, hogy hol volt a felügyelet. Nincs köztünk vita a tekintetben, hogy vélelmezhető az, hogy a felügyelet nem tett meg mindent, amit megtehetett volna, vagy meg kellett volna tennie, akár a Budakes, akár a Questor ügyében. Hallani lehet olyan egyébként formáljogilag rendben lévő érveket, ugye ma például a jegybank szóvívője ugye elmondta azt, hogy de hát a jegybank a vállalati kötvénykibocsátásokat nem, a kötvénykibocsátásokat támogató értékpapír vállalatoknak a tevékenységét megvizsgálja, de magát a vállalati kötvénykibocsátásokat nem. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ez egy elég sánta, vagy hogy mondjam, egy nem nagyon meggyőző érv, mert ha adva van egy csoport, egy olyan csoport, mint a Questor, amelyik így darabolja szét a saját tevékenységét, és láthatóan azért darabolja szét a tevékenységét, hogy bujkálhasson a különböző paragrafusok között, akkor valószínűleg a felügyelet vagy a jegybank szempontjából az nem egy nagyon jó válasz, hogy ő hagyja bujkálni a Questort a különböző paragrafusok között. Hát, tehát én azt gondolom, igen. hogy megáll, tehát egy tárgyilagos, tehát hogyha nem a szokásos, mondjuk Magyarországon kiváltképp szokásos, ilyen politikailag felfokozott hangulatban zajlanának ezek a dolgok, hanem ezeknek elsősorban az lenne a cél, hogy a valódi felelősséget állapítsák meg azért, hogy tanulni lehessen belőle, mert ennek végül is mégiscsak az lenne a célja minden ilyen dolognak, hogy a jövőben ilyen esetek már ne fordulhassanak elő. Tehát ha nem lenne ez a borzasztó mutogatás és hárítás és mindaz, ami Magyarországon ez ügyben történik, hanem végső soron egy tárgyilagos vizsgálat meg akarná állapítani azt, hogy mi volt itt a hiba. De várjon, attól, hogy a politikusok a kis
homokozóba egymásra dobálják a kislapáttal a homokot, és egymásra mutogatnak, attól a hatóság még brilliánsan végezheti a munkáját. Hát végezhetné, ha nem lenne a hatóság is átpolitizálva. Tehát azért az látható, hát, hogy a jegybank az egy nagyon, hát én nekem eszembe jut, Magyarországon minden át van politizálva, akár APEC-nek, NAV-nak, vagy Nemzeti Banknak, vagy felügyeletnek hívják. Nem nagyon van olyan, hogy egy szigorú értelemben technokrata tevékenység folyik, ahol mindenki alapvetően... Na de itt most már a nyomozóhatóságnak lenne dolga, nem? Hát a nyomozóhatóság, én azt gondolom, hogy azt fogja, ő nyilván nyomozóhatóság nem a jegybank tevékenységével fog foglalkozni, hanem a Questor vezetőinek, vagy a Budakest vezetőinek, vagy az alkalmazottainak a tevékenységével. Nem, én azt gondolom, hogy hát ez az állami számbevőszék feladata lenne, vagy olyan kormányzati szerveké, amelyek meg tudják vizsgálni a más kormányzati szerveknek a működését, de erre a jelek szerint sok remény nincs. És ahhoz mit szól, hogy a 444 írtam meg ma azt, hogy a Questor pénzügyi tanácsadó ZRT élére, azt ugye tudtuk, hogy március 16-án egy új vezérigazgató került, de ma több mindent megtudtunk az új vezérigazgatóról. Ő Orgován Béla, a cég jegyzék szerint már március 9-én kinevezték a titokzatos egykori közmunkást, éppen aznap, amikor este elindult a lavina a Questornál, és hát a településen, ahol Orgován Béla él, ott kérdezte az újságíró kolléga, hogy mit tudnak Orgován Béláról, azt, hogy munkanélküli volt, sokáig közmunkás volt, azt mondták a helybéliek, hogy szerintük az általános iskolát sem végezte el, sőt, a helybéliek azt mondták, hogy Orgován börtönviselt, utoljára másfél éve szabadult, több időt töltött életében bent, mint kint, ez nyilván most vagy igaz, vagy nem, ellenőrizni nem tudom, de minden esetre furcsa ez a gyors vezérigazgatóváltás, és ezt így lehet simán? Én azt gondolom, hogy sok mindent lehet kivált kép, hát én azt gondolom, hogy ez a kormány, meg ugye tudjuk, hogy itt eltűntek Kaja Ibrahimoknál okmányok, tehát éppenségben miért ne lehetne. Tehát ugye a jog sok mindent megenged, lehet ugyan tapasztalni, hogy néha a kormány föllép az ilyen cégtemetők ellen, most valamikor hallottam egy bejelentést, hogy a NAV föllépett valamilyen cégtemetővel szemben, de más cégtemetőkkel szemben meg nem lép fel, hogyha teszem azt, miniszterek irányítják ezeket a dolgokat. És most nem tudjuk, hogy tehát a 444 ugye a faluban kérdezősködött, hogy ismerik-e a Questor új vezérigazgatóját, és ez alapján mondtam, hogy amit mondtak állítólag a 444-es kollégának, kollégáknak az ott élő emberről, az új vezérigazgatóról, hogy mit tudnak róla a helybéliek. És ezért mondtam, ezt még nem tudjuk innen lecsekkolni, de az, hogy öncsődöt jelent egy cég, és közben meg vezérigazgatót is vált azon a napon, és a jelenlegi információk szerint nem annyira a pénzügy világából került az új vezérigazgató a Questor élére, tehát azért erre azt mondjuk, hogy hát mindent lehet. Hát ez komoly. Én azt gondolom, hogy hát ez mondjuk komolytalan. Tehát erre nincs mit mondani, ez egy rettenetesen komolytalan dolog. Igen, csak súlyos milliárdokról van szó. Hát nem, itt valószínűleg a milliárdok már eltűntek. Itt most csak arról van szó, hogy a tulajdonos hogyan igyekszik menekülni ebből a helyzetből, ha ugyanezzel menekülhet, mert én szerintem ezzel egyébként nem menekülhet. De hát egy más hír is volt, már igazán nem akarnám a maga kenyerét ellenni, de hát más hír is volt, ugye arról, hogy pár nappal a csődbejelentés előtt itt még nehéz milliárdok, kormányzati milliárdok, vagy állami milliárdok voltak a Questornál, és időben ki tudtak valahogy kerülni, mert láthatóan ezek az állami szervek olyan, hogy mondjam, éberek és annyira képesek nyomon kivetni a piaci változásokat, hogy még időben eszméltek, és ezeket a pénzeket kivették, és ki is tudták venni. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy ez az egész dolog hát eléggé tragikomikus, de olyan nagyon-nagyon jellemző a mostani magyarországi viszonyokra. Hát igen, és az a nem szorgosan, mindig elfelejt, keményen dolgozó kisember, akinek most benragadt a pénze, ő azért teljesen jogosan lehet iszonyú dühös, hogyha azt olvassa, hogy más meg sokkal jobban informált volt, és mondjuk a csőd előtt sikerült neki éppen kivennie a pénzét. Hát ha most ugye az ember figyeli a történéseket, az látszik, ez a lázas törvényalkotói tevékenység, amit hirtelen előrántunk, amivel meg akarjuk védeni, és meg akarjuk menteni a kisembereket, kárpótolni akarjuk őket. Ez pontosan arra jó, hogy azt az egyébként tökéletesen jogos felháborodást, amit az emberek éreznek, nyilvánvalóan ezeknek a nagyon-nagyon különös eseményeknek és fejleményeknek a láttam, hogy ezt valahogy, hát hogy mondjam, hárítson, vagy hárítani tudja a kormányzat. Hát, hogy mennyire lehet, az majd arról mindjárt beszélgetünk Arjú Lászlóval. Köszönöm szépen, köszönöm én is.